Hölgyeim és Uraim! Egyébként minden alkalommal olyan megilletődve jövök be a zsinagógába, mint első alkalommal, és soha nem fog elmondani, és azt hiszem, hogy addig jó, amíg ez így van. Minden elhangzott, úgyhogy én nem szeretném megismételni mindazt, amit a hajnalka elmondott, hogy hallhatták, nagyon jó ötleteik voltak, amiket én mindig támogattam, nekem soha nem volt semmilyen ötletem, de örülök annak, hogy mindez megvalósult. Azt gondolom, hogy nagyot léptünk előre az elmúlt 4 évben. Aminek a leginkább örülök, az az, hogy fantasztikus volt az együttműködés a zsidó hitközséggel. Semmiféle surlódás, semmilyen téma kapcsán nem alakult ki ebben az elmúlt 4 évben. És mi közösen értük el ezeket az eredményeket, amelyek itt felsorolásra kerültek. Örülök annak, hogy a zsinagóga egy szakrális hely továbbra is, emellett pedig nem csak a városunk, nem csak a régió, hanem széles kitekintésben is. Az idegenforgalmi kínálatnak egy gyöngyszeme, és a kulturális kínálatnak is egy gyöngyszeme. Egyetlen egy olyan esemény megszervezésére se kerül sor a zsinagógában, amely nem lenne méltó ennek az épületnek az alapvető rendeltetéséhez, és azokhoz, akik ezt az épületet építették. Én bízom benne, és biztos vagyok abban, hogy ez így lesz a jövőben is, hiszen nyilván, ahogy Dániel személyében nem csak a Városi Képviselőtestületnek, hanem a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány Igazgató Bizottságának is egy olyan elnöke lesz, aki érti, érzi és rajongásig szereti ezt a várost, és ez elegendő garancia arra, hogy minden úgy fog működni, ahogy az előző esztendőkben is. Én arra kérek mindenkit, mint immár volt elnök, hogy segítsék őt a munkában, és hasonlóan működjön minden, mint ahogy az elmúlt időszakban. Tervem, álmom nem valósult meg. Én azt gondolom, hogy ez a világon a legszebb munkahely. Mondtam a hajnalkának néhányszor az elmúlt években, hogy amikor nagyon elegem lesz mindenből, akkor csak a laptopot elhozom és oda fölülök dolgozni. Ez nem valósult meg, de ha beengednek a jövőben, akkor lehet, hogy majd valamikor ez is meg fog valósulni. Kvále paszvima, misim da je sve rečeno i sve pokazano, tako da nema potrebe da ja sve ponavljam. Želeo bih da se zahvalim predstavnicima i čelnicima Jevrejske opštine na prvom mestu, što smo bili partneri ove 4 godine i što smo funkcionisali bez bilo kakvih trzavica ili nesporazuma za zajedničko dobro. Mislim da je to najznačajnije. Želeo bih da se zahvalim i Generalnom konzulatu Mađarske u Subotici i Nacionalnom savjetu Mađarske nacionalne manjine. Mi smo se trudili i ja sam se trudio da ova sinagoga bude mesto koje je u prvom redu bilo i ostalo sakralno mesto, ali pored toga treba da bude i jeste bilo jedan značajan dragulj na turističkoj mapi ne samo našeg grada i regiona, već i šire, i organizovali smo takve kulturne manifestacije koje su bez izuzetka bile takve da su bile u skladu sa osnovnim značenjem i osnovnom namenom ove građevine i sa onim ljudima koji su gradili ovu sinagogu i koji su nam ostavili u amanet. Želio bih svima da se zahvalim i da poželim puno uspeha narednom predsjedniku ne samo Skupštine grada, već i Upravnog odbora Fondacije Subotiška sinagoga, pošto po statutu Subotiške sinagoge svakdašnji predsjednik Gradske skupštine je i predsjednik Upravnog odbora Fondacije Subotiška sinagoga. Želim puno uspeha i nadam se i siguran sam da će sve funkcionisati kako je funkcionisalo ove 4 godine. Hvala i pokazujem se.